Sziasztok srácok, én sajtó 32 vagyok és köszöntelek hiteket ebben a mai videóban Visszatértem a Roblox világába és ma nem más fogunk csinálni, mint több játékkal fogunk játszani és a mai videónak a Robloxos témája nem lássuk, mint a slime -ok lesznek az a slime-os minigémekkel fogunk játszani és már a legelső is egy nagyon-nagyon izgalmas dolog lesz nem más kell csinálni, mint végigmenni ezen a nem olyan egyszerű, de nem is annyira bonyolult parkour mapon és képzeljétek el, fel kell mászni arra a magas csúzzára és a csúszdáról be kell csúszni abba a több száz literes szlájmos edénybe, szóval ma meg fogunk mártozni srácok szlájmokba. Ezen kívül még felfedezünk néhány másik szlájmos mindig is, hogyha várjátok, akkor mindenféleképpen már most nyomjatok egy lájkot, like ot hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mik lesznek még ebben a videóban. Én nagyon szépen köszönöm, elembe induljunk meg szerintem, és kezdjük el az egészet, kezdjük el az egész pályát, itt is vagyok, ó, oh, az azt mondom, az, hogy nem olyan bonyolult, csak hogyha nincsen checkpoint, és véletlen leesünk, akkor ugye kell kezdeni, ami nem annyira nagyon vicces, főleg ezeknél kell jobban vigyázni. Jó, oké, okay. Vagyan vagy, ez checkpontnak felel meg? Amúgy meg van egy ilyen hőlegbalonunk vagy mink, amivel, hát, ö, amivel így, hát amivel tudnánk repülni, igazán nem sok értelmét veszem észre. Azt majdnem beleugrottam, jó? Ú, most meg majdnem leestem a pályáról, itt vagyunk a következőnél, na ez mi? Ez így feldob minket oda? Vagy hogy? Srácok, hogy tudunk oda feljutni? Valahogy itt a hőlékbalonunkkal kell. Légy a hőlékbalon, vigyél már fel minket, mert valahogy ez a játék el van romolva. Nem már, nem tudunk belecsúszni. Pedig én oda szerették venni. Miért nem bírom? csak ott tölti a slime és ott az a medence, amivel bele tudnék esni. Nem már, én meg akarok változni a slime kádba. No, sikerülne srácok belecsúszni, akkor is megnézzük azt, hogy hogy alakul ez az egész fej, és milyen lenne az egész, úristen, itt egész végig csúszkálhatnánk le, csak valamiért itt a készítője ezt teljesen elrontotta, hogy nem lehet felugrani, itt meg itt van a vége a csúszda, és jó, azt a, konkrétan ezzel is belecsúsztunk, és itt vagyunk a slime-ba, Elmerültünk a Slime medencébe, srácok! Igaz, nem a karakterükkel, de a Hőlék-Balonnal! Úgy se még szerintem sokszor ilyet a, a, a Roblox hogy egy Hőlék-Balonnal egy teli Slime-kárba belecsúszunk. Mivel, hogy itt nem kezdjük el nyomni, vagy így magától a Hőlék-Balon is bele, csúszik. Kíváncsiak. Most? Most nem nyomok semmit, srácok! És belecsúszik, csak úgy egy kicsit lassabban. De valahogy jó lenne ide feljutni, csak itt van, nem tudom, ezt miért így oldotta meg a készítő Nem lehet valahogy feltolni a karakterünket szerintetek ezzel? Haló? Nem lehet, úgy tűnik, menj már! Hé! Hey, Rákérem Ó! A... Oh, várjunk csak! Mi van? Ha ráugrunk? Srácok, magamra ráugrok! Megpróbálom bevinni a hőlékballont magam alá Csak ugrani lehet, mert ha még lehetne egy picit mást itt csinálni, akkor könnyen megoldanám itt az egész helyzetet Csak az az én gondom srácok, hogy így a karakterünkkel maximum ugrani lehet És ugye nem tudjuk rögtön, hogyha rá is ugranánk, nem tudnénk előre haladni jobban Szóval sajnos azt kéne csinálnom azt, hogy mondjuk ide megyek És itt hívom elő a hőlégballont. Csak gyorsan töltene újra És valahogy itt kéne rá, ráugranom, és onnan förepülni a magasba, onnan meg leugrani, meg Sajnos ugye az előző pályát a készítő elrontott, ezért nem tudtunk tovább menni, vagy lehetséges, hogy én nem találtam meg a megfelelő utat. de most eljöttünk egy következő minigénbe, ami nem más, mint hogy a talaj nem láva, hanem slime, szóval srácok, most a slime talajt kell gyorsan kikerülni, amúgy nagyon-nagyon királyul néz ki ez a talaj, az tényleg ilyen slime-os, mint hogyha kérlek, hozzá lehetnéd is és meggyúrni azt, hogy tök menő legyen, ellenben most az a feladatunk az, hogy ki kell kerülnünk a slime nem Szóval, hogy beleessük, ez ugye a második minigameünk, ez szerencsére most már a készítő ugye jól csinálta meg és nincsen elromolva, Uha! Az igen, itt egy pingvél, még szerintem így nagyon forog, szóval oké, okay. a ah, úgy akkor is a végén srácok, hogyha véletlen nem esnénk bele, én azt mondom nektek, hogy ki fogjuk próbálni, hogy belemegyünk és úszunk egy kicsit a slime -ba. ha már a medencébe sajnos nem tudtunk belemenni, de azért a, a balonunkkal belementünk a medencébe, csak annyi, hogy nem a karakterünkkel, mert sajnos ugye, amit mondtam, az nem működött, de ez a pálya most már nagyon zsír, ez is szerintem egy ilyen obi-szerűség, de tökre jól megvan csinálva és végre kreatív elemek vannak itt is, jó, én srácok, remélem, hogy ez csak... Ne! Jaj, ne! Itt meg a stage nem működnek valamiért. Ó, hogyha most egyszer meghal a karakterem, akkor kezdhetem az egészet újra. Srácok, na jó, most nagyon-nagyon durván kell teljesíteni. Minden obis tudásunkat be kell vetni, és nem élt. Ó, oh. ja nem, útékat csak bágol és jobb oldalt nem írja fel. Oké, okay, oké, okay, sácok, sikerül, Rendben, tudjuk folytatni ki kell kerülni a slime -on? Jó, egyik megvan, úgy oh, ez a Slime, mennyire jó Mennyire jó textúrája van ennek az Obi-nak itt alul Jó, jó, úgy nem egy nehéz azt kell, hogy mondjam Szóval lehetséges, hogy nem játsszuk végig, mert ugye még, mint mondtam Több játékot szeretnék bemutatni ebben a videóban Óha, hát igen, ez nem annyira jött össze Menjünk ide, menjünk ide, ó, uh, oké, okay. még egy pár stage-et kiviszünk aztán megúszunk itt a Slime-be egy kicsikét, mert én már azt szeretném, hogy ti is gondolom, azt várjátok, hogy sajt úsz már egy kicsit a Slime-ba, légy szíves, úgy bizony, én is szerették már, srácok, ne izguljatok, én is szerették itt úszni a slime de még nem lehet Itt még mérgező a slime -unk. itt kell menni, jaj ne, melyik a helyes? Ez lett a helyes, úgy tűni Oké, okay, oké, okay. ú, haladunk ám, az igen, halljátok, haladunk, haladunk rendesen, már kezd úgy érzem, a, és megúsztunk de jó! Ó, oh, de zsír! srácok, be tudtunk esni, és... Juhú! Még egyszer, áttestünk a <laughs> Áttestünk a Slime-on! Az igen! Hát ez nagyon zsír! Ez nagyon jó, csak egy kicsikét bonyolult ez a... Itt ez a féle, de oha. De jó, ilyen feladattal még nem igazán találkoztunk szerintem. Hoppiga! Hoppiga! Hopp! Hopp! Oké! Ok... Oh Ú! Oké! Okay. Óha! Legalább itt tök gyorsan újra spawnol, ez jól meg van csinálva. Jó? Mi a? Hozzá se érek. Srácok! Hát hozzá se érek! Jó? Oké, okay. itt vagyunk. Itt vagyunk, megvan. Nem hagyhatom ki, hogy beleugorjunk srácok a slime ba egy ilyen magasságú toronyról, szóval még azt mindenféleképpen most meg fogom csinálni. Feljöttem szerintem a map leges, legmag... Ne, nem is a legmagasabb, de közel a legmagasabb pontjára, mert ugye még az az épület lenne magasabb, de szerintem eléggé messze van. És innen beleugrok valahogy a slime-ba, például neki futásból. 3, Három, kettő, egy, és fussuk! Juhuuu! Puff! át is este megint a slime ezen. Jöjjön a következő játékmód. következő slime-os játékunk valami nem más, mint a slime szimulátor, és lényegében itt azt kell csinálni, hogy egy ilyen slime gömböcske követ minket, és így kattingatni kell rá, és egyre nagyobb slime gömb fog minket követni, szóval nem igazán tudom azt, hogy mire tudjak számítani, ez egy konkrétan olyan, hogy engem el akarna csapni, de szerencsére ez a mocsolygó slime gyerek velem van, hogyha futok, akkor valamilyen nem nő az XP-je, meg nekem se számítani szerintem, de hogyha elkezdek kattingatni rá, akkor látjátok ott jobb alul, level 3, és így egyre egyre föntébb tudunk menni, például most már level 4 vagyunk, azt a és hogy ebben a részben, srácok, nem igaz, a leges legelső játék szerintem tök jó volt, ott a ballonunkkal meg tudtunk fölödni a slime medencébe, utána tudtunk megfürödni, srácok, egy másik óriási slime tóba, egy obi keretein belül, most meg egy nagyon-nagyon nagy slime gajot tudunk gyúrni ebben a harmadik mi game-ben remélem srácok, hogy eddig nektek tetszik a videó, hogyha így van, akkor iratkozzatok fel a csatornán, hogyha még nem lennétek, én köszönöm szépen, megcsináljuk, én azt mondom nektek, nem gond, ha nekem itt kattingatni kell annyi ideig, mint az állat, de a level 10-et el fogjuk ebben érni, és valaki írt a csetre, úgyhogy csak én vagyok fönt egyedül. Vegyél valamit. Oké, okay, nem fogok most vásárolni, bocsánat, játék készítője, hölgy vagy úr, nem fogok most vásárolni, de, srácok, kattingassunk, mindjárt meg is figyelj, level 7-es lesz a slime mert konkrétan majd majdnem, mint én. Még 2 XP kell, és, és, azt a... Hát mekkora vagy slime golyó? Jaj, de lassú! <laughs> figyeljétek, alig akar elindulni a gyerek. Nem is tudsz követni. Nézd, trollkodjunk már, figyeljétek. Haló? Én erre akartam, hogy gyere. <laughs> Ez a golyó meg csak megy, amerre akar. Figyeljétek, nem tud követni. Halló? Slime úr? Gyere erre? Na jó, csak vicceltem, gyere már a másik irány <laughs> hát ez nagyon jó. Mindegy, kattingassuk tovább, kattingatok, srácok, és majd ne, nem is, majd szerintem ezt nem is vágom ki a videóban, mert elég gyorsan lehet fejlődni. Level 10, level 10, level 10, mégis kivágom, mert elég lassan lehet fejlődni. Hogy már mekkora lett a slime, mint jong, ellenben az a helyzet az, hogy ez nem elég, hiszen ugye, mint mondtam, ebben a videóban a tízes szintet kell elérni, és feljött egy másik gyerek, aki már lement, azt akarta, hogy hát neki még nagyobb slime golyója van, de úgy tűnik hogy le is ment a szerverről, sajnos, hiszen ezek a játékok úgymond nem annyira nagyon népszerű, de szerintem elképesztően jól meg vannak csinálva, és ugye nem játszanak olyan nagyon sokan vele, és mindjárt ott vagyok, srácok, még kattintok egy párat, figyeljtek, 24, 25, 26, és 10 szint, meg vagyunk, azt a mekkora slime golyónk van, na ne. Hogy most ezem észre, hogy kárnak kattintottam rengeteget, hiszen egy kattintás egy XP, csak nem tudja a játék feldolgozni a könnyedén. Ja nem, egy kattint, kettő kattintás egy XP. Ó, kellett itt nekem egy gyorsak kattingatni, figyelj, úgyis ugyanúgy telik be az XP csíkom. Na hát sajt, ügyes vagy azt kell, hogy mondja. Itt van még egy gyerek, 26-os szintű. Gyertek, oszta! Dáda a neve. Oszta! Mekkora vagy te gyerek? wow. mi is meg lehet változtatni a slimeunk nevét. Írjuk be, mi legyen? Sajt-i-nyó. Eee... sajt nyó az igen, nem sikerült beírni. Vagyis hát valami elbágolta a Roblox a nevét, de minden sajtinyó! Gyere, neki hogy gurul? Hello? Felugrott? Hey, 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 ne ugorj fel a szájba, én is felugrok. Oh! Felugrottam a a tetejére. Srácok! Ez te zsír! És még mindjárt 11 es szintű lesz a slimeom. Erre még gyorsan megcsinálom. Juppi! 11 level! Na de srácok, én azt mondom nektek, hogy ez a videó ennyi lenne, hogyha élveztétek és még szeretitek azt, hogy játszak szlájmos játékokkal, mert még tartogat a Roblox néhány menő sajtos... sajtos? Hát slime... sajtos játékokat is biztos tartogat, de szlájmos játékokat is tartogat, hogyha szeretnétek még, hogy próbáljak ki egy következő részben néhány menő slimeos játékot, akkor légy szíves, le nekem, hogy sajt legyen még slime, szeretjük a slime légy legyen még egy, akár Jánosi Gergőt megkérjem srácok, az, hogy csináljunk egy közös szlájmos ilyen Robloxos videót lehetséges, hogy ő is benne lenne. Ezt is jelezzétek nekem kommentek között. És hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és mindenféleképpen iratkozzatok fel. Csatlakozzatok a sajtok menő bandájába, hiszen tudjátok, srácok, itt nagyon-nagyon jó helyen vagytok, és a sajtok vagytok, királyok vagytok. A következő videóban találkozunk MC per 22, hogyha menő sajtok termékeket szeretnétek venni magatoknak. Na köszönöm a figyelmet, kövi, slime-ban, tali, legyetek videók, csöszök!